A győri Audi Eton 26-20-ra nyert a Buducsnoszt ellen a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjében. A Bukarest és a Várdár ezután csapott össze egymással a döntőjét. A meccs előtt arról kérdeztük a győri lányokat, melyik csapatot akarják ellenfélnek. Most egy kicsit mi ünneplünk, megnézzük természetesen a másik meccset is, és majd aki jön, azt kell legyőzni. Mindegy, hogy ki jön, meg akarjuk nyerni a Final Four-t, úgyhogy csak azzal foglalkozunk, hogy aki lesz, megkészülünk, és megpróbálunk mindent. Azt gondolom, most mindenkit képesek vagyunk legyőzni, mindegy, hogy melyik csapattal játszik a döntőt. Nos, a másik elődöntőben a Várdár 38-33-ra diadalmaskodott a címvédő felett. Két korábbi győri játékos, Jovanka Radičević és Andrea Lekić beszélt stábunknak az előttük álló döntőről. A döntőben az elejétől a végéig küzdeni fogunk, és úgy játszunk, ahogy a Bukarest ellen. A győr ugyanolyan erős csapat, mint mi, a döntőben pedig bármi megtörténhet. Van 60 percünk arra, hogy küzdjünk és élvezzük a játékot. Nagyon jól játszottunk a Bukarest ellen, 60 percen keresztül koncentráltunk és fegyelmezettek voltunk. Ez lett a siker kulcsa a döntőben is, illetve addig ki kell pihennünk magunkat, amennyire csak tudjuk. Győr ellen kulcsfontosságú lesz a védekezésünk, hiszen ha az jól működik, akkor gyors támadásokat tudunk vezetni, szóval a lényeg az erős védekezés, és akkor legyőzhetjük a győrieket. Minden játékos álma, hogy telthez előtt játszon, ma csodálatos volt a hangulat. Thank you. 12 000 magyar szurkolóval játszik a döntőt, és bár különleges helyet foglalnak el a szívemben, Bajnokok Ligáját akarok nyerni Budapesten, ezért az érzelmeket félre kell tennem. Most a Várdár mezét viselem, és boldog vagyok, hogy a csapat tagja lehetek.